Ugye én általában sok munkán dolgozom egyszerre. Tehát különböző fázisban vannak ezek a munkák, és úgy gondolom, hogy egyik segíti a másiknak a megoldását. Tehát egy ilyen nagy szimultán játéknak gondolom én ezt. A bárány motívumnak megvan egy sajátos élmény alapú története. 8-10 évvel ezelőtt Toszkánában voltunk, és nagyon szeretünk eltévedni. És egy ilyen eltévelygésünk alkalmával egy dűlőúton haladtunk autóval, és hát mondjuk egy 801 kilométer, 800 méter vagy 1 kilométer környékén egy nagy füstfelhőt fedeztem fel. És ahogy közeledtünk, kezdett leülni ez a porfelhő, mint később kiderült, és megjelent egy júnyáj. És a júnyáj közepén egy juhász. Hát komolyan mondom, olyan volt, mint egy jelenés. Mint hogyha éppen akkor szállt volna le egy nyáj a jó pásztorral együtt. Fantasztikus volt, tehát annyira szíven ütött, hogy gyakorlatilag megvolt az az élményem akkor ezen az utazáson, ami azóta is visszatérő motivumommá vált. Ugye ismerjük a művészet történetből, hogy a bárány, a motivum, ugye az a tisztaság, a jóság, tehát annak a szimbolikája, vagy szimbóluma, és nagyon számtalan módon földolgozták. Nagyon megragadott, tehát rengeteg variációt festettem azóta a pásztorral együtt. A kiállításnak a címe átkelés. Tehát ez az egyik partról a másik partra jutásnak az igyekezete. Ez is egy szimbólum. Akár gondolatilag, akár máshonnan közelítjük. Ebbe is benne van a várakozás is, az ismeretlennek a felfedezése, tehát sok olyan rétege van ennek a egyszerű dolognak, ami szerintem a kifejezés szempontjából nekem nagyon fontos. A táj az szerintem az emberiség történetében egy ilyen állandóan visszatérő motívum és téma. Ugye hát tájban élünk. Ugye a környezet alakította az embert, és az ember alakítja a környezetét. Tehát ugye is ez ma nagyon aktuális. A tájnak a mindenkor meghatározza magának a tájat. Ez írtó érdekes. Tehát ha megnézi az ember ezek a nagy történelmi, művészettörténeti korokban, vannak tipikus tájábrázolások, amik arra a korra jellemzőek. Ez a kor, ez az időszak, amit élünk, ez tele van tájsebekkel. Tehát az ember sajnos rombolja a környezetét. Tehát ez a megbomlott arányrendszer, ami jellemző sajnos az életünkre, ez nagyon szélsőséges irányba viszi. Ugye de tudjuk nagyon jó, hogy milyen klímakatasztrófa irányába halad a dolog, és az utolsó előtti pillanatok ezek, ahol nagyon komolyan lépéseket kell tenni az emberiségnek, hogy ne történjen nagy katasztrófa. Mivel hiszek az élmény alapúságba. Rengeteg olyan élményem van, Dél-Franciaországtól kezdve Erdélyen keresztül, itt a közvetlen környezetünkig, ahol ezek a tájsebek megjelennek. Tehát szétbombázzuk a gyönyörűséget. Tehát olyan kegyetlenek vagyunk ebbe a dologba. Tehát amikor egy
egy gyönyörű tájba belehasít mondjuk egy atomreaktornak a füstje, akkor az emberben valami lejátszódik, hogy hát mi ez?